Gyűlölök korán kelni. Borzasztó táskások a szemeim, gyönyörű. Egészen a közelmúltig abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy egy alternatíváját tudtuk a nikotinbevitelnek választani, hogyha leszerettünk volna szokni a hagyományos cigarettáról, ez pedig nem volt más, mint az elektromos cigaretta. Aztán lassan a propagandagépezet beindult. Más sem lehetett hallani, csak azt, hogy az elektromos cigaretta káros, hanem károsabb, mint a hagyományos dohánytermékek. Sokan sokféleképpen küzdünk azért, hogy ezek a téves állítások megcáfolásra kerüljenek. Nap, mint nap. Minden egyes alkalommal, amikor egy falba ütközünk, mi tudományos, észérvekkel alátámasztott indokokkal próbáljuk megmagyarázni az embereknek, hogy ez nem így van. A hazai állítólag ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezetek viszont tudomást sem vesznek a tényekről, azokról a tényekről, amelyek nap, mint nap publikálásra kerülnek a világ sajtóban ezzel kapcsolatban. Úgy érzem, személy szerint én, meg a többiek is, akik nap, mint nap ezzel foglalkoznak, hogy minden lehetőséget ki kell használnunk arra, hogy elmondjuk az embereknek, itt van ez az egészségesebb alternatíva. Le tudjátok tenni a cigarettát. Felelős döntést tudtok hozni ti. Természetesen csak akkor, hogyha hajlandóak vagytok gondolkozni. Örömmel fogadtuk egyébként dr. Galuska László professzor ez irányú kutatását, ami a Debreceni Egyetemen zajlik, és az elektromos cigaretta és a hagyományos cigaretta közötti különbségeket próbálja vizsgálni, a légzőszervre gyakorolt hatásait, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor rajtunk van a sor. Első lépcsőfok. Ismét a dohányosok táborát fogom erősíteni. Nehéz kimondani, de ez így van. Addig pedig még egy kicsit szívhatom, hiszen T-1 nap. Végigmegyek azokon a stációkon, melyeket egy nem dohányzó ember tapasztal meg, amikor rászokik a dohányzásra. Annyi különbséggel, hogy én nem 10 éves fejjel fogom ezt véghez vinni, hanem majdnem 40 évesen fogom végigjárni ezt az utat. Megnézzük, hogy az első naptól kezdve egész egy héten keresztül mi változik. Mennyivel lesz a szervezetem elfogadó, elutasító a cigarettával kapcsolatban. Megnézzük azt, hogy hogy változnak a paramétereim. Hogy érzem magam, a közérzetem, fáj-e a fejem, milyen lesz a véroxigén szintem. A vizsgálat előtt én rendszeresen mértem, jelen pillanatban is mérem a véroxigén szintem. Megnézzük, hogy hogy fog ez például alakulni az egy hét alatt. Mint az előbb mondtam, T-1 nap. Ez az utolsó nap, hogy elektromos cigarettát használok, mielőtt megint, nem mondom, hogy visszaszokok, mielőtt megint egy hétig hagyományos cigarettát fogok szívni. El se hiszem, hogy ilyen hülye vagyok. Miért vállaltam el? Azért, hogy a professzornak és mindenki másnak meglegyen az összehasonlítási alapja. És nem csak én, hanem rajtam kívül sok-sok-sok-sok-sok ember, mindegyik egy-egy hétköznapi hős. Ezúton is köszönöm azoknak, akik már elvégezték a vizsgálatot, és azoknak is, akik velem jönnek, és megcsinálják ezt a kört is. Köszönöm! Ja, azt majdnem elfelejtettem. Ez alatt, az egy hét alatt semmilyen formájában nem fogok visszanyúlni az elektromos cigarettához. Hogyha úgy érzem, hogy a szervezetemnek nikotinra van szüksége, minden esetben analóg, hagyományos cigarettát fogok magamhoz venni, és így fogom a nikotint bejuttatni a szervezetembe. Arra, hogy kíváncsi vagyok. Kicsit félek is. Nem kicsit. Nagyon. Na mindegy. Egy hét alatt mindenki fog derülni. Annyi minden szép szó jut az eszembe, de most azt nem lehet. Ja! Mindenkinek szeretném külön fölhívni a figyelmét, hogy, mivel
felfokozott idegállapotban leszek az egy hét alatt. Valószínű, sőt nem valószínű, biztos, hogy ideges leszek, ingerült leszek, stresszes leszek, és ezáltal el fogják biztos hagyni olyan mondatok a számat, amelyek nem gyerek fülének valók. Így ezt a tartalmat kizárólag 18 év felettieknek javaslom. Vagy gyerekeknek, ha mellettük ülnek szüleik, és megmutathatják nekik, hogy márpedig a cigaretta rossz. Még egyszer. Ma van a T-1. És akkor én lassan indulhatok is dolgozni. Wake up grinding every day, I'm finding any way to minus all these fakers lying. Why you even message if we never message, let alone talk when I wasn't hidden? You wasn't with me shooting at the gym. No, hey, wasn't with me when my money wasn't in still. A melóhelyre tartva folyamatosan azon gondolkozom, hogy a túróba fogom kibírni ezt az egy hetet. Magamnak olyan szabályokat hoztam, hozok, hogy nem tudom még egyelőre, hogy mi lesz a vége, de egy biztos. Az autóban nincs dohányzás. Tiltott helyen nincs dohányzás. Úgyhogy tiltott helyen eddig sem dohányoztam, de ez az autóban cigaretta megvonás, ez kíváncsi leszek rá. With it, or I'll be a gentleman and show you with the egg to this bitch. I'm dead serious, best bit of still venomous. It's excellent, and enough to kill the elephant in the room that you ain't in. Cause I'm sensing this fake excrement that you're throwing at my restlessness. These snakes keep calling the messages. You wasn't with me shooting at the gym. No, hey, wasn't with me when my money wasn't in. Still talk like I knew you back in preschool, like I knew you back in high school, like I know you, like I know you, like I'd like to control you, like I knew you when you hated me. Like I know you wasn't playing me. Like I know you, like I know you, like I know you're no friend of me. Följöttünk a tetőre, mert amúgy is csak itt lehet dohányozni. Még lehet. Holnaptól pedig Tomi kollégámmal ezt fogjuk csinálni. Hol a cigid? Zseniális. Egy év cigarettamentesség kell a vizsgálathoz. Azt bőven teljesítettem. Úgyhogy még mindig ideg állapotban vagyok a holnapi nap miatt, de biztos jobb lesz. Vagy nem? Think they know me cause they listen to my song. You never knew me and you never tried. I'ma do this till I'm 75. Anything spoken is any inspired. The song is for fakers, so many inspired. Working for greatness till I'm in the way. You love me the second, don't see what it takes. So working for hours and hours a day. So fuck every smile, that's empty and fake. Na ez vár rám is. I'm a fucking masochist. I'll only give my ass a kiss to ass. Kissing maggot critters. Oh lord, he's way too mean. I don't know what you could. De jó lenne, ha csak ennyi ideig kéne dolgozni. Na, vetkőzzünk le, és térjünk rá a lényegre. És itt is vagyok. Véget ért az utolsó nap, ami a klinikai vizsgálatok előtt rám várt. Nem volt semmivel sem másabb, mint az eddigiek. Elektromos cigarettát használtam a dohányzók számára kijelölt helyen, vagy az utcán, vagy az autóban. Amivel másabb lesz
innentől kezdve, illetve holnaptól, a vizsgálat adott pontjától, hogy csak és kizárólag analóg cigarettát fogok használni, akkor sem nyúlok az elektromos cigarettához, hogyha már megvolt a napi 15-20 szálam, vagy este mondjuk szeretnék még itt bent a meleg lakásban gőzölni. Nem adok esélyt magamnak ilyen szempontból. Amikor nikotin hiányát érzem, minden esetben cigarettára fogok gyújtani. De most még megtehetem, hogy gőzölök. Szóval baromira kíváncsi vagyok az egészre. Egy picit félek, vagy nem a félelem a legjobb szó, inkább azt mondom, hogy várakozásokkal teli. Tudom, hogy nem fogok visszaszokni az analógra. Tudom, hogy borzasztó érzés, és tudom, hogy nehéz lesz, de mindenkinek ezt a kis áldozatot meg kell hozni azért, hogy a professzornak a vizsgálati anyagait publikálni lehessen a későbbiekben. Mi ezzel a kicsivel próbálunk meg hozzájárulni a sikeréhez. Illetve lehet, hogy utána ez a közös sikerünk lesz, hiszen nekünk is jó, hogyha egy ilyen publikáció megtörténik. Még egyszer felhívom mindenkinek a figyelmét, akit érdekel a téma, iratkozzatok föl a csatornára. Külön fogom szedni egy külön lejátszási listába, de ettől függetlenül jó, hogyha adott pillanatban egyből értesültök róla, illetve jelezni szeretném, hogy tudom, hogy a cigaretta feszültséget fog generálni bennem. Ezt a feszültséget nem fogom cenzúrázni, nem fogok semmit csak azért másképp mondani, mert éppen itt van a kamera. Ugyanúgy fogjátok hallani, épp ezért megkérek mindenkit, gyerekek mellett ne hallgassátok, vagy csak belátásotok szerint. Szókimondó szövegek lesznek. Az előző turnusok tapasztalataiból kiindulva, hogy is fogalmazzak, csak hogy ne kell csak egyből visszatetszést. Lehet, hogy még köpködni is fogok, mert egyszerűen irritál a cigarettának a bűze, a nyálelválasztás megindulása számban, úgyhogy ilyenekre tudok én fejből elsőre fölkészülni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Egyben biztos vagyok, az előző turnusok tapasztalatait figyelembe véve. Nem lesz könnyű, de borzasztó nehéz lesz. Fejfájásra számítok, ingerültségre számítok, borzasztó rossz szájízre számítok, sőt, itthoni veszekedésekre is számítok, pont azért, mert egyfolytában büdös leszek, és egyfolytában ki fogok járni a hidegbe, úgyhogy megpróbáltatás lesz ez nem csak nekem, hanem a család másik tagjának is. Úgyhogy ehhez kívánjatok nekem kitartást, és találkozunk holnap, már egy fél napnyi cigarettázás után, mert holnap legkésőbb délben elindulunk visszafelé Debrecenből, és akkor már csak cigarettát fogunk szívni, de jelentkezni fogunk Facebook Live-val az autóból is, illetve minden érdekességet megpróbálunk azért rögzíteni, hogy megmaradjon nektek az utókornak. Kívánjatok még egyszer nekünk most, holnapra és jövő hétre a projektünkhöz sok sikert, sok szerencsét, kitartást, és ahogy mondtam, holnap találkozunk. Sziasztok! You never tried, I'ma do this till I'm 75. Anything spoken is any inspired. This song is for faking so many inspired. Working for greatness till I'm in the way. You love me the second, don't see what it takes. So working for hours and hours a day. So fuck every smile that's empty and fake. Clinging to my happiness. I'm a fucking masochist. I'll only get my ass.